Sziasztok, az én nevem Strek, és ma ismét, hát tudjátok, a szokásos, műtösködni fogunk, Surgery Squad, és hajbeültetést fogunk ma nyomni, ezt már annyira nagyon vártam, már olyan nagyon régen, és most újra belevághatok, és végre az egyik kedvenc témám a hajbeültetés, azon mindig szakadok, tehát amikor látok az utcán, itt szembe jön velem egy csávó, kajak, látod, hogy ez 50 éve kopasz amúgy, de ilyen lószőr fényességű Klederman haja van, és így látod, hogy a éjjel a vaksötétben is úgy csillog, mint a Salamon tőke, hogy ilyen fullra, mint a fodrászt, hanem így lesöprik a pofát, na te, attól halál. Én azon mindig sírok. Na, ezt fogjuk most nyomni. Egy ilyen lószőrhajú embert fogunk csinálni. Kajak műanyagból van, az brutál. Na. Ez az, a virtuális Dr. Suzy. Közben iszok egy kicsit. A hair transplant is an outpatient procedure that involves a Mickey egér haj. Tudjátok, amikor valaki Mickey egérbe kopaszodik, hogy így két ilyen Mickey egér fül van. És akkor ilyen gyapjat fogunk oda tenni neki, hogy ne kopaszodjon már csóri ennyire. Jack Nicholson fiatalkori hasonlást fogjuk megcsinálni. Vagy Bradley Cooper. Ez a kopaszodás amúgy a legkegyetlenebb valóság. Én egyébként úgy vagyok vele, hogyha valaki már így hardcore-ba kopaszodik, hogy itt semmi nincs, tudjátok, van az biztos ismert, vagy papa, vagy tök mama, az rosszabb eset, hogy így van négy szál, és így oldalra fésüli, mintha lenne. Inkább told le, geci, teljes, hát ennyivel emberebben már néz úgy, hogy kopaszol, aki, mint amikor így ilyen 6-7 szálat így gerebi, ez így balról jobbra, és így, na mindegy, hagyjuk. Na, nyomjuk, Joker! Sampon, ott már baszhatod a sampont, hát jó, persze előtte csak meg kell. Ja, aha, jó. Ja, jó. So fresh and clean. Thoroughly rinse the patient's hair and we're ready to get started. Most itt. Most az egész haját be kell így baszni? Clean, rinse. Jó. Abba bőrre kell amúgy. Nem tudom mi ez. Jó, szuper, jó, meg kellett. Hajat kellett mosni. Azért hullik ki, bazd meg, nem mostad soha. Balfasz. Berajzoljuk a területet, ahol... Anyád, várjál, itt azért csinálok egy ilyet neki. Várjál, csinálok az ilyen fasza Batman szerkót, így is egyet. Jó fogsz kinézni. Fasza, én így akarom. A kurva életi rajzolod át. Ki van rúgva az asszisztens? És össze kell rántani a... Na várjál! Anyád! Hát de bassz meg, hát most azt fogjuk neki beültetni? Amit innen lekapok? Jobban nézel ki, mint előtte, fiam. Én így hagynám. Zokszó nélkül így hagynám. Gyönyörű. Most azt fogni, technokolt beleküldeni, jól összeragasztani, rábaszni, ráküldeni, aztán olyan, mint újkorába. Jó, úgy megrajzolom, bazd meg, mint technika órán. Jó van, continue, jó ez. Fasza lesz, hidd el. Nem, neked nem hajad lesz, öcsém. Frizurád. Frizurád, öcsém. Korona. Most esik, hogy mit fogunk csinálni. Teleküdjük injekció. Fúj, geci. Ez amúgy tudjátok mi. Szépen ilyen diófa magvakat küldünk bele. Fű fog nőni a fején. Fű. Nagyon jó hajad lesz. Most nem tudom, hogy hátulról nézik a fejét. Hátul a csámónak akkora haja van, mint Csúvinak, vágod, de elől meg így nincs. Wow. Hagyjad már, hogy a hajbeültetés így néz ki, hát a faszomnak ki nem ér ennyit. Fúj, geci. Amúgy ez geci durva. Semmi esély! Azt a büdös! Nem már, hát a hajamat, nem az agyamat kell átültetni, baszki. Dr. Suzy, neked vissza kell adnod a diplomádat, öcsém. Én a hajátültetést kértem, nem az agy. Aha. Ja, hát azt nagyon megérte csinálni egy amerikai focilabdát a fejemből. Azon van ilyen varrat. Tényleg, kösz!
így tök jó, hogy elmegyek, így hát doktor úr, el van törve a lábam, meg kéne csinálni, és akkor így úgy jövök ki, hogy így kék lesz a szemem a barnából, meg így nagyobb, nincs fülem. Közdok! Jövök legközelebb is. Így nézzük, Csóri elmegy hajbeültetésre, kivágnak egy darabot a fejéből, aztán meg összevarják a fejét. Nagyszerű, köszönjük szépen. Ja nem, most ezt analizálni kell. Analizálni kell a hajat. Hogy mi lehet a probléma? Hát valószínűleg az... Valószínűleg az a probléma, soha nem mosta meg. Fúj, geci! Most így be kell darabolni? Ez be lesz ültetve? Ez amúgy rohadt tetűundorító. És mi van, hogyha én seggszőrrel akarom kipótolni? Tehát, hogyha így a seggemről vagdosom le a szőrt, és azt rakom bele, akkor mi van? Ilyen burjánzani fog, és ilyen össze-vissza? Ilyen egy-egy szál, majd lehet így oldalra fésülni? Jó, beinjekciózzuk itt is neki. Ide is küldünk egyet, jó van. Ezt mehet rá a kocli. Ezt tudjátok, mit jelent? Küldjük rá a kocslit oda, na. Jó van, ott is ott megbaszkuráljuk neki. Bepontozzuk, te leszel a Tenshinhan a Dragon Ball. Ozdik! Jön neki a borosta, öcsém. Szakállas lesz a fejed. Le kell törőgetni a vért. Jó, megbasztuk a fejedet már. Nem azért, bocsi, nem erre vállalkoztál. De azt hiszed, hogy bejössz, az kimész hajjal. Hát baszhatod, mert nem. Azt a faszom ültetgetné be egyesével. Tudod, engem nem szopatna meg itt senki. Old meg magadnak, barom. Adok egy tutoriált, leírom a guide-ba, hogy kell csinálni, azt menj haza, azt baszakodjál magadnak vele, te. Mert hogy én nem szívnék vele, az tuti. És ez egyébként így működőképes? Valakinek volt már itt hajbeültetés? Az mondja meg, hogy ez így megy. Jönni fog utána, azt küldeni kell lefelé minden? Moshatom meg vissza. Nem lesz ilyen lószörfilling? Nem bízok én ebbe. Gyógyszerre, látod, mert idegroncs lettél, azt nyugtatót írnak rá, mert ilyen pszichopata lettél. De jól nézel ki! Na most ott teljesen olyan, mint amikor a... Le van borotválva a segged köze, és így nő már kifelé, de egy kicsit olyan barnás árnya, teljesen úgy nézel ki. Azt már moshatod, öcsém. Örökre szarul fogsz kinézni. Az a nő, aki eddig rád nem nézett az utána, most már le is fog köpni. Megérte, worth it 1 milliárd euróért, öcsém. Hitelbe vágtad magad örökre, most a hitel visszafizetésétől fog kihullani a hajad, bazd meg. Annak ott már mindegy, meg hát így nézel ki, most tök jó, hogy így előről már ott van ott néhány borost, aztán megfordulsz azt egy ilyen nagy amerikai foci a fejed. Hát tök jó járta. Azt le is hullik. Nagyszerű vagy. Gyönyörű! Most már izé lettél, egy igazi playboy. Stephen Amell. Fassa. Áj, megcsináltuk! Látjátok, ilyen jó formában még sosem voltam Surgery Squad alatt. Szerintem ez egy hibátlan műtét volt. Hát nem is tudok mit mondani. Sikerült. Le is vetkőzöm, bemosakodok. Köszönöm mindenkinek a segítséget, az asszisztensemnek, Dr. Suzynak és nektek természetesen. Ugye ilyenkor ti vagytok a medikusok, én pedig a doktor úr. Köszönöm a figyelmet, én Streki voltam. Ha tetszett a videó, dobj lájkot, ha még nem tetted és megtennéd, akkor iratkozz fel. Én Streki voltam, köszi a figyelmeteket, és találkozunk legközelebb. Pacsi!